A farkasfog mintának a síkban kötött változatát már korábban feltettem. Ahhoz viszont, hogy ezt a topot a lehető legegyszerűbben, vagyis körben tudjam kötni, ahhoz rá kellett jönni a körben kötött változatra is. Szerencsére a YouTube-on találtam angol nyelvű videót, úgyhogy nem nekem kellett ezt kitalálni. Az első sor az semmiben nem különbözik. Fordított után a második szembe, hátsó szálba kötünk egy simát, majd lekötjük az elsőt simán, és a kettőt egyszer engedjük le a tűről. Tehát fordított, második szem, hátsó szál sima, első szem, normál sima, és egyszerre leengedjük. A második sor az egy kicsit módosul. Ugye a síkban kötésnél a második sorban fordított szemeket kellett kötnünk. Itt viszont, mivel nem így kötünk, hanem így, itt ezek a fordított szemek, ezek simára változtak. Mégpedig úgy, ugyanígy fordított lesz az első szem. Aztán a következő két szemnél úgy kötünk, hogy a második szembe beszúrunk így előről, és kötünk egy simát. Itt az első szem megkerülésével. Természetesen nem engedjük le a szálakat a tűről, tehát ez ugyanitt marad. Lekötjük az első szemet is, simán, és a kettőt együtt engedjük le. Tehát fordított. Sima a második szembe, sima az első szembe, és leengedjük. Nem mindig olyan egyszerű fölvenni ezt a másodikat, érdemes egy kicsit lentről felfelé szúrni. Sima, és leengedjük. Kicsit más lesz a kinézete a mintának, de alapvetően ugyanaz. Amiben még módosul, az az, hogy a sima, a síkban kötésnél, ott ugye a három többszöröse plusz egy szemszámú szemet kellett felszedni, körben kötésnél viszont a három többszörösét. A farkasfog mintából készül a válpánt is, mint ahogy az alsó rész, illetve ez a felső rész is, és kitaláltam, hogy ebből három minta rész, az pont szuper lesz egy válpánthoz. Na most én körben leláncoltam a felső részt, és ezt külön szedtem fel hozzá itt a szemeket. Ez már majdnem kész van, csak még azt nem döntöttem el, hogy így fog-e ide kerülni a válpánt, vagy pedig hátul így keresztbe rakom, és a másikat is, és akkor itt fogják egymást keresztezni, tehát ez még a jövő zenéje, de megmutatom, hogy szedem fel a válpántnak a szemeit. Én egy horgulótot használtam erre, mert itt fenn, hát viszonylag szorosra szedtem a szemeket, de direkt. Úgyhogy ezért jó szolgálatot tesz egy horgulótű, ugyanis azzal simán áthúzom a fonalat, és mindjárt bele is tudom bújtatni a tűt. Tehát így a továbbiakban megyek tovább. Ugye ehhez a válpánthoz összesen 10 láncszem kell, és hát pontosan ugye ki van számolva, hogy hova is esik. Úgyhogy így nagyon egyszerű. Így is meg lehet csinálni, csak így néha sokadik próbálkozásra sikerül, a horgolótűvel meg sokkal egyszerűbben át tudom húzni. És akkor nem kell annyit itt szerencsétlenkednem vele.
26. Ups. 7. 8, és akkor még 2. Így pont oda kerül, mint hogyha folytatása lenne itt az alsó résznek, amit mondtam, tehát úgy is meg lehet csinálni, hogy folyamatában készüljön. Nos, tehát felszedtük a szemeket. 2, 4, 6, 8, 10, vagy ha vastagabb pántot szeretnék, szélesebbet, nem vastagabbat, akkor több szem, akár ezt ki kell számolni. Az első az egy szélszem lesz. Aztán a hátsó szál, a második szem hátsó szálába kötünk egy simát, lekötjük az első szemet is simán, és leengedjük mind a kettőt a tűről. A következő szem az egy fordított lesz, és ezt folytatjuk végig. Tehát második szem hátsó szál sima, első szem sima, fordított, második hátsó szál sima, első sima, és egy fordítottat kötünk. Ugye itt jön a vonal is, mert itt kezdtük a vonal felszedését, és akkor fordulunk. És ugye ez annyiban különbözik, mint a körbenkötés, hogy itt a második sor, ugye, ami a topnak a belső része, visszája, azt fordítottan kell kötni. Az első szemet, azt itt csak leemeljük, nem lekötjük. Aztán a második szembe készítünk egy fordítottat, aztán lekötjük az első szemet is fordítottan, és az előző oldalon, amit fordítottan kötöttünk, azt most simán, egy sima szemet kötünk ide. Aztán megint a második fordítottan, az első is fordítottan, és együtt leengedjük. Egy sima szem, fordított, az első is fordított, együtt leengedjük, és az utolsó pedig fordított szintén. Ezt a két sort kell ismételgetni addig, amíg el nem döntjük azt, hogy mint én is, hogy hogy szeretném csinálni a válpántot. Azért mondtam, hogy a szélét azt egyik sorban lekötjük, a másikban csak pedig leemeljük, mert akkor lesz ilyen szép. Hát ennél egyszerűbb összebarás szerintem nincsen. Előről beszúrunk ebbe a láncszembe, láncszem alá. Hát is húzzuk a tűt, és húzzuk is meg ezt elég szorosra. És ebbe az első tűn lévő szálba beleöltünk, és mindjárt le is emeljük a tűről. És itt ezt egy meghúzzuk. Megyünk a következő láncszemre. Az ugye ez volt. Áthúzzuk a szálunkat. És ebbe is hátulról beleöltünk. És mindjárt le is emeljük a tűről. Következő láncszem. És mindjárt húzzuk is ide le az aljára, tehát hátulról beleöltünk, és le is csúsztatjuk a tőről. Aztán lehúzzuk ide a kezdőhöz. Következő, átöltünk,
hátulról bele, és mindjárt ide le is húzzuk, és így megyünk végig. Tehát végül is csak egy szálasan van leöltve, ott ez kicsúszott teljes egészében, de mindegy is. Szóval csak egy szálasan van ide öltve, viszont olyan, mint hogyha itt folytatódna a sor. Tehát átmegyünk ebbe. Beleöltünk, és le is csúsztatjuk. És így megyünk végig. És az pedig az utolsó volt. Most, tehát így néz ki a párt. Remélem, hogy jól szorosan meghúztam, tehát végül is ilyen lett. És igazából készen is van a mű. Ja, ez a hátulja. Ez a hátulja, ez az eleje. Úgyhogy ennyi volt a nagy top. Próbáljátok itt is. Nagyon szép ezzel a farkasfog mintával az alján és a válpádján is. És most elviszem mosni.